A magyar férfi kosárlabda válogatott is ott lesz a tájvani univerziádén, amely az egyetemisták és főiskolások világjátéka. A keret Debrecenben edzőtáborozik, több korábbi és egy jelenlegi nyíregyházi játékos a soraiban. A két cápák irányítója, Búzs Iván, már szerepelt korosztályos Európa-bajnokságon, az univerziádén pedig Mohácsi Mártit követően képviselheti a nemzeti mezőn a nyíregyházi színeket. Hétfőn csak 10-en kezdtük meg a felkészülés, a keret 15 főből áll. Simon Kristóf volt csapattársam, ő lemondta, mert új csapathoz igazolt Pécsre, és hát nem örültek neki, hogy kihagyja az egész felkészülést. 15-en vagyunk, szinte mindenkit ismertem, a nagyját személyesen is, illetve jó kapcsolatot ápoltam velük. Ugye van több nyíregyházi is a csapatban, például Kósa Tamás vagy Poyák László, egy nyíregyházi nevelésű játékos. Jó kis lendületes fiatal brigád vagyunk, elég keményen belecsaptunk a lecsóba hétfőn. Hajtós, küzdős edzéseink voltak, és nagy iramú diktálunk végig. A debreceni helyszín nem véletlen, mivel a válogatottat az NBA-be jutott hajdúságiak edzője készíti fel az univerziádéra. A válogatott edzője a Debrecen vezető edzője Berényi Sándor, és a másod edző pedig Simándi Árpád, ő Szegeden utánpótlás felelős. Az edzőmeccset azt még konkrét ellenfelt nem tudunk. Most például szerdán azt tudom, hogy egymás között fogunk játszani egy edzőmeccszerűt, de lesz, ha jól tudom, Debrecenben majd 2, de az a jövő héten. Most csütörtökig fogunk edzeni, ott csütörtök délelőtt még van egy edzésünk, és mennünk el fel Pestre fogadalomtételre, és akkor lesz a keretszűkítés, akkor fog a 12 fős keret kialakulni, és utána még 2 hét felkészülés lesz. A magyar válogatott a csoportmeccseken Szerbia, Tajvan, Dél-Korea és Mexikó ellen lép pályára.